Jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Elkészült a Rákóczi utcai óvoda. Kívül-belül felújították az épületet, a munkálatokat 2017-ben kezdték meg az Európai Unió támogatásával. A mai nap egyben egy tavasz köszöntő ünnep is az óvoda gyerekei és pedagógusai részére. Versekkel, dalokkal kezdődött a Rákóczi utcai óvoda ünnepsége. Egy két éve tartó munka eredménye az, amit láthatunk, egy nagyon jól felszerelt, mindenben a gyerekek igényeihez igazított épülettel lett gazdagabb a város. Olyan, mint egy kacsalábon forgó ékes palota. Hely, óvoda, óvoda, de sok gyerek jár oda. Oda jár a kis vagon, csiga-biga, sümike, méhecske és macika. Nagy nap ez a mai nap az óvoda életében mindenki számára, mert egy hosszú felújításon vagyunk túl, és végre beköltözhettünk a felújított óvodánkba, és szeretnénk ezt a mai napon úgy megünnepelni, hogy a gyerekekkel együtt és a kollégákkal együtt, és ezért van ez a mai nap. Készültek a gyerekek a mai napra? A mai napra a Katica csoportosok fognak egy nagyon aranyos tavaszköszöntő műsort adni. Ők fognak mindenkit köszönteni. Esetleg a közeljövőben valami rendezvény lesz itt az óvodában, vagy itt a tavasz során mennek-e a gyerekek valahová? Legközelebb a Föld téma hetében fogjuk a szülőket egy délutáni partira várni, és velük együtt fogunk egy jó délutánt eltölteni. Szép és komplex felújítás volt, rengeteg dolog tudott megújulni az Európai Unió támogatásának, megfelelően 391,2 millió forint állt erre rendelkezésre. Szeretném megköszönni, aki közreműködött a kivitelezésben, az előkészítésben, a munka végrehajtásában, mindenkinek a türelmet, meg a megértést. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon magas színvonalú, minőségi munkát végző intézményrendszer. Fontos, hogy ehhez az infrastruktúrát is folyamatosan javítani tudjuk, ahol lehet Európai Uniós forrásból, ahol lehet az állam támogatásából, ahol lehet a helyi gazdaság gyújtotta önkormányzati lehetőségek okán. Azt gondolom, hogy a forrás létez, gyakorlatilag mindegy, a lényeg az, hogy minél több óvodát meg tudjunk újítani. A város büszke az óvodahálózatára. Szakmailag ez egy nagyon magas intézményhálózat, az infrastruktúrát azonban folyamatosan javítani kell. Pontosan tudjuk, hogy egy város életében milyen fontos szerepet töltenek be az intézmények, azon belül is azt gondolom, hogy kiemelten közel áll a szívünkhöz minden olyan intézmény, ami gyermekekkel foglalkozik. Joggal és okkal lehetünk büszkék az óvodahálózatunkra, hiszen egy nagyon-nagyon jó szakmailag magas minőségi intézményhálózat, de hát az infrastruktúráját folyamatosan javítani kell, és itt most a Rákóczi úti óvodában egy teljes felújítást tudtunk megvalósítani, mert azért mindig külön jó, tehát nem toldoztunk, foltoztunk, hanem egy komplex felújítást lehetett kívülbelül adni az épületnek, illetve a játszóudvarnak egyaránt. Az alapfelújítás és a legnagyobb költség az épület felújítása, az ehhez kapcsolódó korszerűsítés
munkák, a fűtés, korszerűsítés, homlokzat, nyílászároknak a cseréje, napelemek elhelyezése, ez Európai Uniós forrásból, támogatásból valósulhatott meg 391 millió forint összegből, de emellett kiegészítő beruházások is történtek, akár az udvar, akár a játszóeszközök tekintetében, ott pedig az önkormányzat támogatásából lehetett ezeket megvalósítani. Ez az együttműködés pedig azt hiszem, hogy szép eredményt hozott. Ma már a projektet zárjuk, ez mindig az utolsó aktus ebben a tekintetben, de hát itt vagyunk tavasszal, úgyhogy gyakorlatilag egy tavaszköszöntő is lesz, ha jól tudom. A gyerekek készültek, és én bízom benne, hogy nagyon-nagyon jól érzik magukat itt ebben a megújult óvodában. Nagy lehet ez a mai nap ünnepe. Ritka és különleges alkalmak egyike. Régóta álmodtunk már egy szép, minden igény kielégítő korszerű óvodáról. Ez az álom most valóra vált. Az álmodozás hosszú évekre nyúlik vissza, még Csíkba bélbevezetésére kezdődött. Ő volt az, aki hitte ebben a megújulásban. Elültette bennünk is azt a magot, ami a folyamatos fejlődés igényével a fény felé törekszik. Az óvoda sok viszontagságon ment keresztül a felújítás előtt. A gyerekek és az óvónők is nagyon várták már, hogy visszatérhessenek az épületbe. Ez tulajdonképpen a múlt évben készen volt már az óvoda, és a műszaki átadás is megtörtént, de akkor még a gyerekek nem voltak itt, hanem ez kifejezetten azoknak a részére történt, akik ennek a beruházásnak a kivitelezésében, megálmodásában részt vettek, és hát a terület képviselővel és nyilvánvalóan polgármester úrnak adták át az óvodát. De az, hogy ezt egy ünnepélyes alkalommal is megszenteljék, hogy úgy mondjam, felszenteljék az óvodát, erre most kerül sort. Mert úgy beszéltük meg, hogy tavasszal, amikor már a gyerekek is ki tudják mutatni azt, hogy mennyire örülnek ennek a mesevárnak, mert ez az. Ez a Rákóczi utcai óvoda, ez nagyon sok viszontagságon ment keresztül, tehát nagyon sok probléma volt itt a fűtéstől kezdve, a nyilászárókon keresztül mindennel. És sikerült egy uniós forrásból, ez közel 400 millió forintért teljesen újjávarázsolni, és ez igazán egy családbarát program keretében, egy családbarát intézmény lett, nem csak úgy is, hogy a gyerekek ide örömmel jönnek, a szülők biztosak lehetnek benne, hogy itt jó helyen vannak, nem csak azért, mert kiváló pedagógusok foglalkoznak velük, hanem azért, mert a környezet is nagyon szép. És minden hozzájuk igazodik. Mindent aszerint csináltak meg, aszerint történt a kivitelezés, hogy jól érezzék magukat, hogy otthon érezzék magukat, még azok a picik is, akik először kerülnek ide. Úgyhogy ez tulajdonképpen, én azt tudom mondani, hogy Fehérvár egy újabb virágos kerttel gyarapodott azzal, hogy ezt a gyönyörű óvodát át tudtuk adni a gyerekeknek, és ma lesz az az ünnepélyes alkalom, amikor mindnyájan együtt örülhetünk ennek. Székesfehérvár történelmi belvárosához közel egy kétszintes épületben várja leendő óvodásait az intézmény. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, ez volt az Esti Mérleg, viszontlátásra!